Ez itt a Hogyan csinálod második epizódja. Sziasztok, én Tóth Gábor vagyok, a Tudatos Fiatalok Közössége alapítója, és a mai vendégem Dina Andris, sziasztok, aki a Travel Hunter blognak a szülőatya. És hát utazás témáról fogunk többek közt beszélni, meg az internet áldásos hatásairól. De hogyha valaki nem tudja, mi az a Travel Hunter, Andris, akkor kérlek, mutasd be, hogy mivel foglalkozik a blog, hogy kezdtem. Rendben. Sziasztok, Dina Andris vagyok. Annyit mondanék, hogy ha ez a Hogyan csináljuk videósorozat, akkor azt tudom mondani, hogy ha a Travel Hunter-t szóba hozom, hogy hogyan csináljunk olcsó utazás magunknak, igazából először az oldal. Napi szinten teszünk ki ajánlatokat, tényleg egyre többet, hál' Istennek, hogy milyen olcsón lehet eljutni a világ különböző pontjaira. Emellett írunk erről blogot is, illetve YouTube tartalmat is gyártunk, tehát blogolunk is. A weboldalon igazából minden fönn van, vannak tippek, tanácsok, trükkök, hogyan pakoljatok bőröndöt, mire figyeljetek utazás során, mit nézzetek meg az adott célponton, igazából így ilyen összefoglaló oldal. Tehát elég sokrétűen adát információt az érdeklődőknek az utazásról, jól értem? Így van, mindenre szeretnénk egy kicsit infót adni. És miért kezdted ezt el? Azért kezdtem el, mert hát igazából nem tudom, mit kezdek az érdemmel, mert én is gyárba dolgoztam, meg igazából nem volt életcélom. És szembe jöttem a Facebookon egy hirdetés, hogy tartanak ilyen blogger képzést, és akkor jelentkeztem erre. Nagyjából ott sem tudtam, hogy ezzel fog foglalkozni, küldtem nekik egy e-mailt, hogy ezek a témák érdekelnek, volt benne szórakozás, volt benne sport, nagyon fociztam ugye régebben, és elküldtem az utazást is, és akkor azt mondták, hogy legyen az utazás, mert hogy abból elég kevés van Magyarországon, aki kvázi ilyenből blogol, akkor még kevés volt. Uh-huh. És hát elmentem erre a képzésre, ez egy hónapos képzés volt, nem arról szólt, hogy most nekem megtanítják, hogy utazás jelen mit írjak, hanem az, hogy hogyan kell szépen megszerkeszteni esetleg egy oldalt, egy blogot, bekezdésekre hogy kell figyelni, hogy tagoljak, képeket használják, videókat, és akkor így kezdődött az egész. És akkor ez az egész egy hobbinak indult teljes mértékben. Tehát tulajdonképpen egy olyan fajta dolgot tanultál meg, ami az interneten jött szembe, kvázi a Facebookon, amit az iskolában elfelejtettek mondani. Így a 2017-8 magasságában már azért úgy praktikus, hogyha az ember ért a blogokhoz. És te tulajdonképpen egy gyárban dolgoztál, és arra gondoltál, hogy szeretnél valami többet az élettől, szeretnél mással foglalkozni, mondjuk jobban élvezel, felteszem azt, hogy ez az egyik ilyen szándék. És elmentél a képzésre, megtanultad, hogy kell, és elkezdted csinálni, de azért gondolom, még történt ez az, mire 14 ezeren elkezdte követni, mint ahol most tart az oldalon. Így van. Hát ugye elindult az oldalon, és teljes mértékben úgy említettem, hogy hobbiként indult. Írtam egy-két cikket, az egyik nagy hazai portálnak az aloldalán kezdtem el írni, először ugye blog.hu-s oldalon volt, és hál' Istennek ez a nagy portál is észrevette, hogy erre igény van, és a cikkeimet folyamatosan elkezdtem megosztani így a fő oldalán, és hál' Istennek eljutottam nagyon sok emberhez, és így nem két-három cikket, ami kezdetben tervezve volt, hanem sokkal több. És a végén oda jutottam el egyébként, hogy 48 cikkem, 46 kint volt ennek az oldalnak a fő oldalán. Meg sokan blogolnak, meg sokan látják azt, hogy ez most egy trendi dolog, vagy egyre inkább egyre több ember belekezd a blogolásba, de hát hogyan lehet ebből megélni? Ez egy nagyon jó kérdés. Talán a blogolásból úgy lehet megélni, hogyha minél több tartalmat gyártasz, egy minél nagyobb közösséget tudsz összehúzni, de a leglényegesebb az, hogy az oldalat nézzél folyamatosan, tehát legyen napi szinten látogatód, és akkor be lehet vonni különböző cégeket szponzorációba, és akkor így az oldalon tudnak különböző megjelenéseket, tehát az oldalon tudsz különböző megjelenéseket biztosítani, főként ugye benne hirdetések, szponzorált tartalmakként a szolgáltatás vagy termék megjelenítés, illetve múlva kicsit így a cég reklámozás. Tehát itt sem vállaltok el olyan dolgokat, ami nem illik a profilotokba, tehát például mondjuk én az utazás témában nem fogok egy körömgomba krémet gyártó céget reklámozni. Teljesen egyértelmű. Ami szerintem egy érdekes kérdés, hogy ha bár látják az emberek, hogy újfajta trendek vannak, tehát akár a blogolás, akár a videózás, akár ilyen elszasonló dolgok terjednek, egyrészt ugye nem nagyon értik, hogy lehet ebből mégis megélni, amit most beszéltünk, másrészt meg, mint egy kicsit ilyen misztérium lenne, hogy az interneten pénzt keresni, és hogy valahogy az nem áll össze szerintem az embereknek, hogy nem az internet fizet, mint egy entitás, hanem hogy az internet egy felülete annak, hogy te hirdess valamit, egy terméket vagy egy szolgáltást, egyszerűen a vállalkozás egy új szintre lép azzal, hogy egy globális hálózatot hoztunk létre, hogy az internetet,
És tulajdonképpen ezt többfajta módon ki lehet aknázni. Az elején neked ez tiszta volt ez a dolog? Nem, én egyáltalán nem tudtam, hogy például blogolásban egyébként pénzt lehet keresni. Tehát csak azért kezdted, mert hogy móka? Így van, hát nagyon sokat utaztam régen is, mert ugye mondtam, hogy aktívan labdarúgó voltam, uh-huh. és nagyon sok nemzetközi tornára jártunk, és eljutottam olyan helyekre, hogy például Portugália, meg tényleg ilyen tök szuper helyek, és hát benne volt az utazás után egy vágy. Uh-huh. És akkor elkezdtem ugye a blogolást, de egyáltalán nem volt bennem az, hogy én most ebből meg tudok élni, pénzt tudok keresni, vagy hogyan, mit kell. Amikor már jöttek ugyebár az olvasók, akkor utána kezdtem utána olvasgatni, hogy egy-két ember tényleg így hogyan csinált pénzt ebből. És én is így utána olvastam, bevezettem egy-két olyan dolgot én is, ami ez így hozzásegített. És mi volt ez a pont, amikor ezt tényleg így elhitted, hogy ebből tényleg meg lehet élni, vagy mi volt az első pont, amikor te ezért pénzt tudtál keresni? Amikor megjött az első megkeresés, az volt tényleg az első, hogy szeretnék hirdetni az oldalamon, mert látják, hogy tök sok olvasom van, és tök jó tartalmak vannak, és szívesen együtt működhetnénk, tehát így volt az első. Nekem az első, hát ugye az elején nyilván mindenkinek úgy kell, hogy van egy oldala, nem tud róla senki, tehát neki kell kopogtatni a cégeknél, vagy adott embereknél, személyeknél. Én is így kezdtem, amikor volt 200 követőm, akkor elmentem a Columbia nevű céghez. Uh-huh. Tehát egyből én úgy voltam vele, hogy akkor miért ne a legnagyobbhoz. És azt mondták, hogy tök jó tartalom, tök jó nézőszám, viszont hogy még nagyon kicsi vagyok, és hogy ez nekik nem jönne úgy vissza. Tehát aha, nem jönné meg. Igen. És akkor ez nem szekte a kedvet tulajdonképpen, hanem arra gondolta, hogy jó, akkor kicsit így alakítani kéne, át kéne jobban gondolni, és kisebb cégeket kéne megkeresni? Igen, ez volt az egyik, a másik meg, hogy nem szekte egyáltalán a kedvem, mert ugyanúgy írogattam tovább, tudtam, hogy ha épül a közösség, meg épül minden, akkor előbb-utóbb ő fognak jelentkezni, hogy akkor figyelj csak, mégis szeretnénk hirdetni nálad. Ez azért nagyon fontos szerintem, mert sokan elkezdenek akár egy blogot, vagy akár egy tanfolyamot, vagy bármi ami egy hosszabb folyamat lenne, de mivel nem jön két hét alatt az eredmény, ezért általában abba hagyják és belekezdenek új dolgokba. Hogy tudtad megtartani ezt a folyamatosságot, hogy elérd ezt a 14 000 követőt? Nekem is nagyon nehéz volt, én azt tudom javasolni egyébként, hogy nagyon sok videót nézzetek, illetve sokat olvassatok ezekről, az egy nagyon jó kitartást tud adni. Illetve hogyha van már valaki olyan, aki a piacon letett van az asztalra, akkor azt kövessétek folyamatosan, mert láthatjátok, hogy hova lehet eljutni. És te mit gondolsz, hova lehet eljutni, vagy mi az a nagy cél, amit te úgy elhiszel, hogy el fogsz tudni érni, vagy mit szeretnél? Hú, ez még én sem nagyon gondolkoztam, mert még folyamatosan jönnek ugyebár az újabb ötletek, újabb célok. Úgy gondolom, hogy elsősorban az, hogy egy valamilyen passzív jövedelmi forrást tudjanak meg biztosítani, és ezáltal tudjak utazgatni a világba. Ez lenne az elsődleges nagy cél. Nagyon érdekes, amit most mondtál, mert sokan nem látják például azt a hozzáadott értéket, hogy mondjuk ha eltöltesz 5-10-20 órát, vagy akár napokat, heteket, hogy te kibányálsz, megtaláld egyáltalán a helyeket, ahol jó, releváns információkat találsz, aztán összegyűjtsd, rendszerezd, szépen befogadható formába tedd, és tán úgy prezentáld valakinek, akinek így 10 perc évbe teled ugyanaz, ami neked 3 hónapban, akkor az már maga egy érték, tehát időt nyertél embereknek, tehát tudjuk, hogy ez időpénz. Így tehát bárki akármilyen témában ezt ugye megteheti, mondhatnánk így a Bitcoin korában, hogy lehet valaki információbányász is. Így van. Nem most annyit venni az is. Igen, ebből kifolyólag. Viszont ami nagyon érdekel, hogy hova jutottál el, mert tehát itt nem csak arra gondolok, hogy milyen helyekre jutottál el fizikailag az utazás során, de ugye én is tudatos fiatalok közössége szervezése során azért nagyon sok extra értéket tud nekem is adni az, hogy új emberekkel találkozom, új lehetőséget próbálok ki. Neked milyen extra értéket hozott az életedbe a blogolás? Az első és legfontosabb, hogy én nagyon anyagügyes ember voltam. Tehát ugyanúgy, mint a többi fiatal, hogy tényleg nekem Porsche kell, ilyen ház, olyan ruhák, ilyen óra, stb. És az első és legfontosabb, hogy ezt változtatta meg bennem az utazás, hogy ezeket el tudtam engedni, ezt az anyagügyi életemet. És most már tényleg az a legfontosabb, hogy milyen élményeket tudok átélni. Mert épp ezt mondtam egyébként, tegnap is voltam egy interjúban, hogy hiába nézem most az okostelefonomat, a tévémet, a laptopot, a számítógépet, és a többi, azt 20-30 év múlva nem fogok emlékezni, hogy mit néztem. Igen. Viszont, hogyha elmegy utazásra, mint ahogy például te is volt azon a hátizsákos úton, arra te 20 év múlva is emlékszel, és fogod mondani az embereknek. Tehát az ilyen eszközöket, meg tárgyakat, azt tényleg így dobjuk ki, maradjon meg célnak mondjuk esetleg, hogy oda, hogyha eljutok, akkor megveszem, de nehez lenne az elsődleges, hogy ezeket begyűjtsük. Meg hát ugye szerintem fontos azt látni, hogy ezek a holmik, ezek eszközök. Igen. Tehát ha van egy okostelefon, az tök jó arra, hogy én a kapcsolatotok legyen a világgal, meg tudok osztani gondolatokat, tudok erre szerkeszteni akár szép képeket, stb. De nem lehet cél egy telefon, tehát a telefon az egy eszköz, ami persze, egy célt kell, hogy szolgáljon, meg ugyanilyen autóház, stb. Nem, munkaeszköz inkább. Munkaeszköz, így van. Volt egy baráti társágom, akikről én azt hiszem, hogy tényleg örökké barátok leszünk, meg ilyesmi, és
Amikor elkezdődött nekem az életmódváltás, illetve elkezdtem tényleg az élményeket gyűjteni a tárgyak helyett, akkor így valahogy ők teljesen így eltűntek az életemből, és nem az, hogy nem támogattak, hanem konkrétan ellenem voltak ilyen szempontból, mert úgy, hogy azt mondták, hogy inkább én is álljak be a sorba, menjek el dolgozni, legyen ilyen kocsim, olyan kocsim, stb. És nem azt mondták, hogy tök jó, hogy ezt csinálod, támogatunk, hogy segítsünk meg, stb., hanem így teljesen. Tehát így azt tudom mondani, hogy azóta, amit azt elkezdtem, így a baráti köröm az teljesen lecsökkent. Akire azt mondom, hogy igazi barátom, amikor ott volt régen és most is itt van, illetve az emberek a környezetemben is nagyon megváltoztak, mert azok, akik nagyon féltékenyek voltak, azok mind eltűntek. Viszont azok, akik szeretik ezt az utat követni, és ők is nyitottak a változásra, azok még a mai napig is itt vannak velem. Ezt totál átérzem, ez nálam is így van, az elmúlt két évben annyi embert ismertem, meg annyi értékes embert ráadásul, akiket ugye pont a tevékenységen keresztül ismertem, amit csinálok, tehát nyilván hasonló érdeklődés, és hogy egyszerűen így lecserélődtek a régi barátok, mert hogy így nem jöttek, nem találkoztunk, azok így elavultak azok a kapcsolatok, vagy véget értek, és lettek helyette újak, és szerintem nagyon fontos azt látni a fiataloknak, hogy időről időre megújulnak a kapcsolatok, és nekünk is meg kell újulni, mert miért maradnék benne egy lehúzó közegben, egy olyan életmódban, ahol úgy érzem, hogy azért ennél többre is képes lenni. Ha megvan a lehetőségem, hogy változtassak ezen, és ott van a te példád, gyakorlatilag fogtad és elment egy képzésre, bárki megteheti, használtad a Facebookot, az internetet, egy blogmotort, mint bárki megtehet, ezek majdnem ingyenes dolgok. Igen. És a lényeg, hogy mennyi, hogyha először az ember mondjuk nincs pénze, nincsenek eszközei, akkor tegyen bele időt. Így van, és én is azt mondom, meg én viszonylag én drágán tanultam meg ezt a képzést, meg tényleg én azért belefektettem azért pénzt ebbe az egészbe, viszont most már mi szeretnénk tartani a képzéseket, és valahogy szeretnénk ezt nagyon elérhetővé tenni, hogy tényleg mindenki tudjon haladni az életbe, meg ezt támogatni, ezt a dolgot. Ami nem lehet spórolni, ez nyilván az eszközök, hogyha, de viszont ha megvan mondjuk egy laptop, vagy egy számítógép, akkor ezen is lehet spórolni ezek a dolgok, ugye. Tehát tényleg elég ennyi, ezek az dolgokhoz nem kell több. Teljesen értek. Ami még nagyon érdekel, mert láttam a blogon, hogy Barcelonától kezdve Ázsia, tehát nagyon sok helyről írtál, posztoltál. Hogy van ez nálad? Elmész egy helyre és leírod őszintén a benyomásaidat, vagy szeretnéd kiemelni azért a jó részeit egy helynek? Tehát hogy osztod meg másokkal azt az élményt, amit átértél? Hát most már inkább videóba osztom meg, mint blogba, de egyébként mindig azt írom, amit átértem. Tehát ha rossz tapasztalat vannak, akkor azt is leírom, ha jó, akkor azt is. De a videóban viszont most már mindenben lemondunk, illetve azt is elmondjuk, hogy mi mennyibe kerül az adott helyen, mire kell figyelni, kik a tolvajok, hol vannak a tolvajok, tehát ilyen mindent megosztunk azért a videóban. Tehát kvázi elmész egy adott helyre, és te ott felmérod a terepet, átadod azt a tudást, tehát igen. Gyakorlatilag, mintha egy ilyen felderítő szerep vetetted volna magad, mert kb. Indiana Jones is kicsit hasonló dolgokat csinált másfajta tekintetben, de hogy számomra ez ilyen megdöbbentő, hogy az internet korában ilyen dolgokat megtehetünk. Tehát fogsz egy kamerát, egy telefont, elmész egy helyre, elmondod, hogy ez meg ez történt itt, ezt meg ezt javaslom, ezt meg ezt nem. És más ember, amikor oda megy, már ennyivel beljebb van. Igen. És az is fontos, hogy tényleg olyan, hogy elég egy telefon meg egy állvány hozzá, mert most már nem kell több videós kamera meg ilyesmi. Én is az összes videómat, amiket nem YouTube-on van, azt mind telefonnal csináltam. Úgyhogy tényleg oda megyek, elmondom tapasztalatokat, hogyha valaki tud vele azonosulni, akkor az követ, ha nem, akkor nem. De hogy oda megy, úgyis azt fogja átérni, mint én, tehát nagyon nagy változások nem lehetnek. Ennyi. Melyik volt a kedvenc helyed? Vagy melyik volt az, amire azt mondod, hogy teheti, akkor oda... Nekem a kedvenc a Kambodzsa volt egyébként. És ez miért? Olyan kulturális sok érje az embert, hogy az nem is tudom egyiket elmondani. Tehát ugye bemész Kambodzsába, és az emberek, mintha rád vártak volna a világéletükbe. Mint egy ilyen báványoznak, mint egy Isten lennél, egy turistaként. És ez ilyen őszinte, vagy inkább a pénzre megy? Nem, ez őszinte. Tehát itt nem a pénzre megy a térbe. Egyébként Kambodzsa nagyon szegény ország, tehát egy dollár, tehát már annyira rossz a pénzük is, hogy egy dollárból bármi meg lehet venni egyébként az országba. És odamész, és tényleg segítenek, adnak ingyen is dolgokat, nem pénzért. Ha megkérdezze, hogy mi hol van, akkor nem az van, hogy azt mondja, hogy menj arra egyenesen, hanem megfogja a kezed, és eljön veled például. Tehát ilyen dolgok vannak a Kambodzsában, elképesztő. Illetve esténként van egy nagy tér, ahol mi voltunk ugye a Phnom Penhbe a fővárosban, ott van egy nagy tér, és az emberek minden este összegyűlnek, és piknikeznek, és egymásnak adogatják az ételeket, nem kérnek érte pénzt, hanem segítenek egymásnak, aki még szegényebb, akkor ott is. Illetve tényleg az nagyon, nagyon durva hely ilyen szempontból. Hát meg a másik, hogy ott vannak ilyen különböző ételek, meg lehet kóstolni, például bogarak, csótány, meg csillagok. Ez ilyen közkedvelt, ilyen általános házalék? Hát ez egy Kambodzsa, igen. Az olyan, mint nálunk a ropi vagy a chips.
Aztán. Csak náluk az a csótány meg a poloska az. És amúgy nem rossz, tehát finom. Kóstoltam. Igen, kóstoltam. A csótány nem, de végigkóstoltuk azért a girisztától kezdve a mindenféle borra. De ezt kisütik, vagy valami elkészítik? Igen, vokosan csinálják meg. Tehát van egy serpenyő, megy bele egy kis szósz, és akkor beadják a borokat, és akkor azt így sütik. Az egy érdekes. A tartalom kisül belőle, inkább azt mondom. Ami? A tartalom. Ja. Amitől azt hiszed, hogy mondjuk ráharapsz, és akkor folyik ki a szárból minden, azért az kisül belőle. Tehát egy ilyen ropogós snack-szerű dolog van a végén? Igen, ropi igazából. És azt így neked könnyű volt így megkóstolni? Mert itthon az ember meglát egy ilyet, és sokan így iszonyodnak még a látványától is. Nem volt könnyű, de mi terveztük, hogy a bármi ott is videóztunk, és terve volt véve, hogy már a tartalom miatt is egyébként egy tök jó lehet. És akkor mindenből kértünk egy kicsit, és úgy csináltuk, leültük a fűbe, és akkor hát nem néztünk oda, hanem mindenki húzza valamit, amit kihúzza, azt meg kell kóstolnia. És akkor mentünk is forrba. A mellette lévő Zoli kezdett, ő az egy kamerásom, ő egy kis békát húzott ki elsőre. Akkor jöttem én kihúztam, ami egy tücsköt, vagy nem tudod, és akkor mentünk szépen sorba. Úgy voltam vele, hogy egyszer élünk igazából, meg fehérre tartalomba azért az jó. Fogtam, bekaptam, és akkor nekem is tényleg az, hogy mondjuk, hogy nem is osztom meg a repélyet, én napi szinten nézegetem, mert nekem ez egy ilyen tökű kikapcsolódás. Most ez úgy hangzik, mert mondjuk másnak kikapcsolódás az, hogy elmegy szombaton berúgni, és másnak fetreng otthon az ágyba, vagy elmegy csajozni, vagy ilyesmi. Nekem az, hogy például nézem az olcsó ajánlatokat, és ha van valami, akkor az vagy lefoglalom, vagy kiteszem, vagy ilyesmi. Meg több fontos felismerni ezt, hogy mondjuk van egy olyan dolog, ami téged szórakoztat, kikapcsol, és konstruktív, és van jövője, lehet, tehát hasznos értékes tartalom, vagy időtöltés. És szerintem ezt mindenki meg tudja a maga tekintetében csinálni. Nekem például úgy indult egyébként az egész tudatos fiatalok közössége, most eljutott eszembe, hogy érdekelt ez a tudatos életmód, meg hogy mi több van még az életben azon túl, amit látok az anyagias világban. És elkezdtem ilyen Facebook oldalakat követni, és annyi tök jó ilyen idézetes képet találtam, meg videókat, meg posztokat, hogy úgy voltam vele, hogy én is elkezdett csinálni egy oldalt, ahol újraosztom. És ez még nem a tudatos fiatalok közössége volt, tök más ilyen kis Facebook oldal, de hogy elkezdtem valamit legalább csinálni, és akkor ott megindult, hogy ja, hát végül senki se tart vissza, hogy én csináljak egy ilyet. Persze. Tehát Facebook mindenkinek lehetőséget ad, mert nem csak a Facebook, hanem bármilyen megosztó oldal, mert csak annyit csinálni kell profit, és el kell kezdeni nyomatni. Mert viszont beleestem én is abban a hibába, hogy az elején nem tudtam még, hogy hogyan kell csinálni, mit kell csinálni, ezt nem tanították meg sajnos, és elkezdtem másolni például a nagyobb oldalakat, és ez nem jó út vissza, főleg, hogyha az a nagyobb oldal is szerzés esetleg szól. Aha. Tehát mindenféleképpen valami egyéniséget kell belevinni a témába. És hát, főleg az elején, amikor még nem tudod, hogy mit, hogy kell, akkor is próbálj meg egyéniségnél maradni. Most pedig el fogunk menni a Plitvicei tavakhoz, egy reggel sétával fogunk indítani, nagyjából így este 0 fok környékén volt, most már kellemesebb a helyzet, körülbelül 6 fok van, úgyhogy egy reggeli 2 kilométeres séta vár ránk. Én ezt is éreztem, hogy amit mondtál is, hogy fontos, hogy az ember ne a pénzért csinálja, hanem inkább szenvedélyből. Ja. És ugyanebben tehát a szenvedély együtt szerintem a személyiséget is bele kell vinni. Persze. Mert egy csomó blog vagy mondjuk tartalom videó nem feltétlenül azért jó, mert világmegváltó információkat kapsz benne, hanem mert szórakoztató annak a személynek a kifejezés módja, a humora, uh-huh. valamilyen hasonló szavakat használ, amit mondjuk a nagymamád is szokott használni, vagy itt valami kapcsolatási pont, de hogyha próbálsz ilyen nagyon sablonos maradni, meg hogy mindenkinek tetszen, akkor pont, hogy átlagos lesz. Persze, az így van egyébként. Tényleg így van. Bele kell vinni a személyiségedet mindenféleképpen, meg nem csak brandot kell építeni, hanem magadat is ezáltal építeni kell valamilyen szinten. Tehát fejlődni, mint ember. Így van, illetve hogyha már csinálsz egy ilyen oldalt, ne csak rólad szóljon, hanem én azt csinálom inkább vegyítve, tehát hogy kitaláltam egy nevet, ugye a Travel Hunter-t, de a Travel Hunter mögött legyen valaki, akit tudnak azonosítani az emberek. Aha. Aki mégis ki az a Travel Hunter, vagy kik csinálják a Travel Hunter-t. Uh-huh. Beszéltünk itt arról, hogy az anyagias szemléletből kicsit átalakult a te világnézeted is. Mi az, amit szeretnél közvetíteni a blogon keresztül? Van-e valami olyan megfogalmazott cél, amit örülnél, hogyha az emberek így átmennének, mint üzenet a Travel Hunter-ből? Igazából az, hogy megismerjék az utazásnak a szenvedélyét, illetve hogy milyen helyek vannak a világban. Az nagyon fontos. Mert sokan addig jutnak el, hogy van egy Balatonunk, és ennyi. És közte járkálunk kocsival. Viszont a világban vannak olyan helyek, hogy tényleg így a szemem kiesik, amikor látom, én is, pedig azért elég sok helyet ismerek, de mindig vannak újak, amikről nincs annyira mainstream tartalom, ezek kis eldugott, ilyen kis jó helyek, és ezeket akarom, hogy megismerjék az emberek valamilyen szinten. Hogy nekik is tudjon mondjuk az utazáson keresztül valamilyen új nézőpontjuk kialakulni. Igen. Tök jó.
Hát sok sikert kívánok hozzá, nagyon köszönöm. Örülök, hogy csinálod ezt az egész dolgot, nagyon örülök, hogy elmegosztottad a történetet, és akik nézik, pedig remélem, hogy tudnak olyan inspirációt menteni belőle, hogy ők is kezdjék el a saját maguk kis dolgát csinálni. És nem az Nem lehet, hogy mindenki menjen, csak ne égjatok volna. lehet, hogy valami komplementer, kiegészítő dolgot csináltok inkább. Úgyhogy... Hogyha Andris tevékenységére vagytok kíváncsiak, akkor a Travel Hunteren megtaláljátok a Facebookon, illetve magán a blogon is. Megnéztem YouTube-on. Én is a YouTube-on is. A YouTube videókat én például, én úgy utáltam meg, hogy a Facebookon rákattintottam egy blogposztomban volt egy videó, tehát nagyon ügyesen össze van építve, és ott egy 20 perces Ázsia videót láttam, ami nagyon részletes volt, amit észrevettem, hogy olyat tényleg nem láttam még Magyarországon, hogy valaki csinál egy 20 perces videót egy helyről, ahol konkrétan végigmegy, vlogol, és elmond benne hasznos, praktikus infókat. Igen, ezzel a cél nekem is. Hogy a helyről is elmondok valamit, hogy mégis mikor épült, hol épült, ki építette, mert lehet mondjuk nem érdekel senki, de azért elmondom, mert engem érdekel például, ja, szeretem az ilyen dolgokat. Illetve elmondom, hogy mennyibe kerül mondjuk az ott helyen, ne érjen senkit meglepetés. Nagyon jó, úgyhogy ha ilyen helyre szeretnek menni, ahol a Travel Hunter már járt, akkor nézzétek meg a videókat. Szórakozásnak is jó, egy barátok közt epizód helyett szerintem kiváló esténként, és különben meg lehetek tudatosak. Sziasztok! Sziasztok!